Egy elég húzós délelőttön vagy fél napon vagyunk túl, mennyire értékeli a sikernek ezt a mai délelőttöt? Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen nagyon komoly siker volt a ma délelőtt, hiszen ezt egy történelmi eseménynek, mérföldkőnek mondhatjuk, hiszen első alkalommal került egy evidenciákon alapuló orvostudományt valló, tehát ezt a EBM rövidítéssel, Evidence-Based Medicine kategóriájú útmutató kiadása a magyar pankreatológiába, ami úgy gondolom, hogy nélkülözhetetlen abban, hogy segítse ez az útmutató mind az orvosokat, hogy jó döntést hozzanak az egyes esetekbe, de ez mind segítség a finanszírozóknak is, hogy milyen irányba kellene elmennie ez a pankreász betegek finanszírozásának. Ön szerint mennyire fogadta jól a közönség ezt az evidencia alapú orvoslást? Én nagyon elégedett vagyok ezzel kapcsolatban, hiszen az elején megértette a társaság, hogy itt gyakorlatilag nem arról van szó, hogy mindenkinek az egyéni gyakorlatát kell mondani, vagy hogy mi alapján hozza meg a döntést, hiszen azt nagyon sok minden befolyásol, hanem csak a publikált irodalom alapján meglévő evidenciákat vegyük figyelembe, és úgy gondolom erre belejött a társaság ennek az átbeszélésébe, és közel 300 kérdésben lehetett evidence-based, azaz közel 700 közlemény áttekintésével olyan iránymutatót adni, ami mondhatom azt, hogy egyéni véleménytől független, hanem megfelelő vizsgálatok által alátámasztott eredményeket tartalmazzák, ami mindig sokkal nagyobb magabiztonságot ad, mint egy embernek a saját betegein végzett vizsgálatainak eredménye. Az egy megdöbbentő adat volt, amit bemutatott, hogy ebben a publikáció halomban mindössze 1,2%-os, ha jól emlékszem, a magyar részvétel. Ez mit mutat, hogy van keresnivaló, tehát vannak fehér foltok a kutatásban, vagy azt, hogy nem túl aktívak azok az orvosok a kutatás részben, akik ma Magyarországon ezzel a területtel foglalkoznak? Válasszuk egy kicsit szét ezt a kérdést, mert azt hiszem, hogy vissza kell mennünk egy kicsit történelmi eseményekbe. Ez mind a pankreatológiára, az alapkutatásra igaz, mind a klinikumra. Az alapkutatáshoz az kell, hogy megtanuljuk ki Nyugat-Európába, Amerikába, vagy akár itthon a megfelelő módszereket, beszerezzük a műszereket, és azokon elvégezzük azokat a vizsgálatokat, amelyek szükségesek, és azokat publikáljuk. Ez 15 év alatt eljutottunk oda, hogy közel alap cikkekből ma a gastroenterológiai újságban, a GUT folyóiratban, mert a világ legerősebb gastroenterológiai lapja, regulárisan, rendszeresen tudunk publikálni, és a világ élvonalába tartozunk. 3 évvel ezelőtt, 2011-ben fogalmazódott meg az a vágy, hogy ne csak az alapkutatásban, hanem a klinikumban is próbáljuk utolérni a nemzetközi elitet. Éppen ezért 2011-ben létrehoztuk a Magyar Hasnyálmirigy munkacsoportot, amely most 3 éves mindössze, de ha megnézem, hogy mi áll mögöttünk, akkor óriási fejlődés történt, hiszen egyrészt a megalakulás után elkezdtük a külföldiekkel való kapcsolatokat fölvenni, saját tanulmányokat elindítani, és nagyon rövid idő alatt, 3 év alatt eljutottunk odáig, hogy egy hálózatot kiépítettünk. Tehát ahogy mondjuk egy műszer a legfontosabb az alapkutatásban, egy jó műszer itt az, hogy hálózat legyen, multicentrikus legyen, nemzetközi legyen, és az elmúlt 3 évben egy centrumból most már 21 centrum van benne ebben Magyarországon, a pankrász regiszterben, az első évben indított betegek után most már 1200 beteg adatai vannak meg, tehát azt lehet mondani, hogy 3 év alatt rapidan emelkedett. Nyilván, amíg nem volt hálózat, nem is lehetett benne lenni. Mi lesz a mai napnak a folytatása? A következő lépés az, hogy ebből publikáció legyen, tehát ezt megjelentetjük magyar nyelven elérhetően, fogunk újságokat keresni, de lehet, hogy akár egy kiadványba tesszük bele mind az 5 ajánlást, és ezt követően megpróbáljuk eljutatni minden kórházban, minden orvoshoz, hogy el tudjon jutni, tehát teljesen ingyenesen fogjuk elérhetővé tenni a munkacsoportnak a weboldaláról, hogy mindenki láthassa, tehát aki hozzá akar férni ehhez az információhoz, hozzá tudjon férni, és emellett nagyjából ez egy hónap időt fog igénybe venni, és ezt követően pedig ezek alapján minden olyan ajánlás, amelyre kevés evidencia van, megpróbálunk majd mi is olyan tanulmányokat készíteni, hogy növeljük az evidencia szintet.